A rendért tüntetünk ma itt. Erődemonstrációnk a közbiztonság megteremtését célozza, amit büntet a jelenlegi kormányzat. Bizony, a gárdisták sokat tudnának erről mesélni. Hiszen a két hét alatt rendettevő Fidesz 2012-ben a szabálysértési törvénybe is belevette a közbiztonság tevékenysége jogorvosulatlan végzése nevű pontot, azt a paragrafust, mely szerint aki közterületen közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, szabálysértést követel. Rendet szeretnénk Miskolcon, Borsod megyében és az országban. Mert ha nem lesz rend, akkor 10 éven belül nem úgy rendetlenség lesz Borsod megyében, hanem a megye élhetetlenné fog válni. Az elmúlt 30 évben a szemünk láttára alakulnak ki és növekednek településeinken azok a településrészek, illetve most már néhol egyes települések teljes mértékben, ahol ki kell mondani, hogy a magyar állam megszűnt létezni. Ezek az úgynevezett no-go zónák. És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy itt a magyar állam képtelen betartatni a törvényes rendet és a jogszabályokat. 4 megyét, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét el akarják szakítani Magyarországtól egy opre, roma, cigány, demokrata párt, hát elég kacifántos és elég sok belső ellentmondástól szenved még a párt megnevezése is. Ezt meghirdette, zászlajára tűzte. És a francia, valamint ki tudja még milyen egyéb szolgálatok által vezérelt Momentum nevű szélsőliberális párt fogadta is ezt a kiváló cigány szerveződést, és jókat beszélgettek több kávé mellett arról, vagy talán arról is, hogy hogyan követik el a második Trianont. A legcinikusabb ebben az, hogy teszik mindezt Trianon 100. évfordulóján. Nem lesz újabb Trianon. Felszólítjuk valamennyi magyar pártot, az összes roma önkormányzatot, cigány szervezetet, hogy határolódjanak el az opre roma párt követelésétől, zárják karanténba ezt a pártot, zárják karanténba a cigány tartomány gondolatát, mert aki velük kokettál, az hazaáruló, és azt mi fogjuk karanténba zárni. Azon elgondolkozott-e már valaki, különösen a hazaáruló, nemzetpusztító liberális gazemberek közül legalább egy vagy kettő, hogy 13 nemzeti és etnikai kisebbség él ebben az országban, a hatályos törvények szerint. 13, kedves barátaim! A 13-ból 12-vel az állítólagosan oly szélsőséges magyarság tökéletes harmóniában tud együtt élni. Szinte nem is veszük észre, hogy ezek a kisebbségek léteznek. És ott vannak a 13. harcosok, sokszor csak harcosok persze, akikkel állandó probléma van. Nem lehet, hogy akkor az ő készülőkükben van a hiba? Nem lehet, hogy ők képtelenek beilleszkedni? Nem lehet, hogy ők mélyen igénytelenek? Nem lehet, hogy ők gyűlölnek minket? Mert a magyarokkal szembeni gyűlölet mindennél erősebb ebben az országban. Eljött az ideje a cselekvésnek, és mi pontosan tudjuk, hogy mit akarunk tenni. Mi nem mellé beszélni akarunk, hanem nevén nevezni a problémákat. És ha már nevén neveztük a problémákat, akkor ezekre a problémákra hatékony megoldásokat kell kínálnunk. És ahogy mondtam, a megoldás pofon egyszerű. Itt Borsod, Abaúj-Zemplén megyében és az ország minden egyes részén valamennyi no-go zónába, valamennyi cigánytelepre rendőrőrsöt akarunk. Mindenhova, a telep közepére akarjuk a rendőrőrsöket. Azt akarjuk, hogy a rendőrök legyenek motiváltak. Ezért törvénymódosításokat kezdeményezünk a parlamentben, hogy végre szűnjön meg az a liberális gyakorlat, hogy a bűnözőnek mindig több joga van, mint a rendőrnek és mint a megtámadott, becsületes, tisztességes magyarnak. És azt is... akarjuk, hogy miután felhatalmaztuk a rendőröket arra, hogy végre legyen joguk, legyen bátorságuk a legkeményebben fellépni a tisztességes magyarok érdekében a bűnözőkkel szemben, azt is akarjuk, hogy a motivált rendőr még motiváltabb legyen, sőt tovább megyek, hogy legyenek rendőrök. Ezért 80%-os azonnali béremelést követelünk a rendőröknek, és azt is követeljük, hogy ezekben
a veszélyzónákban, ezekben a no-go zónákban szolgáló rendőrök extra veszélyességi pótlékot is kapjanak, hogy még nagyobb örömmel csapjanak le a bűnözőkre. Arra kérek mindenkit, hogy jöjjön, ne menjen előttem, hanem jöjjön utána. Menjünk sájba együtt, mert minden magyar felelős minden magyarért. Nem lesz újabb Trianon, vesszen Trianon, mert ez itt a mi hazánk. Fel a győzelemre! Kérlek benneteket arra, hogy élesszük fel ismét a magyar nemzeti ellenállás szellemét.